Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy még több Titanfall, mert aki látta az előző videókat, az tudja, most újra letöltöttem a Titanfallt, egy kicsit belemélyedtem, mert hát megfog ez a játék. Ez a játék tényleg jó, és tényleg érdemes kipróbálni. Akinek mondjuk épp nincs most rá kelete, az majd, hogyha olcsó lesz, tudjátok, ilyen karácsony elején, őszvégén, valamilyenkor leszokták akciózni az ilyen nagyobb címeket is. Érdemes rászállni ezt a pénzt, ez egy olyan játék, ami megéri a pénzét, úgyhogy főleg azoknak, akik szeretik a nagyon pörgős, adrenalindús játékokat, és ugye itt van ez az új játékmód, ez a hullajelölt, amiről csináltam egy ilyen kis apró bemutató, véleményező videót. Aki nem tudja, hogy miről lenne szó, az csekkolja le nyugodtan azt az előző videót, hullajelölt címen, és nagyon jó kis játékmód, és tényleg oda pakol az adrenalin, hogy őszinte legyek. Ugye adrenalin függőknek tökéletes ez a játék. Na de, miről is szeretnék én most itt beszélni? Ugye a címet, amit láthatjátok, a te szereped. És az egész a kapcsán, ugye gamer pszichológiára rátérve, egy kicsit arról fog szólni, hogy milyen kommenteket hagytok ti a videóknál, és hogy én mit érzékelek, látok belőle, aztán nyugodtan kijavíthattok, hogy nincs így, és sőt, szeretném, hogyha leírnátok, hogy ti hogy működtök általánosan ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban, hogy igazam van-e egy kicsit, vagy éppen nincs igazam, és azt csináljátok, amit a későbbiekben itt ki fogok tárgyalni. Úgyhogy írjátok le a ti, hogy mondjam így, a folyamatokat, hogy ahogyan ti szoktatok működni, ezzel is táplálva, hogy újra egy új témához tudjak nyúlni, attól függ annak alapján, hogy ti miket fogtok írni. Nos, kezdjük a sztorit, honnan is kezdjük a sztorit? Ja, tőletek, kezdjük a sztorit tőletek. Ugye a napokban dobtam fel Battlefield 3 gamer pszichológia rész, amihez nagyon pozitív kommentek lőttek, nagyon köszönöm nektek, nagyon jól esett, és nagyon örülök, hogy ennyire tudlak titeket motiválni, hogy beengedtek a kis fejecskétekbe, és megfogadjátok a gondolatokat, de már nem abba hagyom a csöpögő szöveget, tényleg, és rátérünk a lényegre, ami pedig az lenne, hogy ugye mindig megcsinálok egy-egy gamer pszichológia videót így időnként, és akkor látom, hogy így felpörögtök, és írjátok nekem vagy levélbe, vagy kommentbe YouTube-on, hogy hú, mindig kedvet kapok a játékhoz, ha megnézitek az egyik videómat, és elmentek, és játszottok egy rohadt jót, és marha jó statok sikerülnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és jó dolog. Ám ez ennek az egésznek, hogy úgy mondjam, ahogy én látom, így a kommentek, levelek alapján van egy ilyen nem akarom buktatónak hívni, de úgy látom, hogy van egy rész, ami egy kicsit ilyen buktató benne, de mindjárt rátérünk a dologra, hogy jobban értsétek, akkor most elmesélek nektek egy apró sztorit. Van most egy srác, rám írt Facebookon, hogy ő nagyon meg szeretne tanulni kodozni, van is rá ide játszani, tehát úgy egy 5-6 órát, bocsánat, szokott tudni játszani, csak nem megy neki, és az én tanácsomat kérte, hogy hogyan tudna jobb lenni, ami nagyon megtisztelő, hogy rám gondolt, és igyekszem neki segíteni, ahol tudok. És mindig ír, tehát mint egy jó diák, mindig ír, éppen ezt csinálom, itt csinálom, itt tartok, ott tartok, aztán igyekszem neki ajánlgatni a tippeket, és vagy a videókat, hogy milyen sorrendben nézzem meg, és úgy próbál fejlődni az illető. És amit nagyon jól tesz mindezek mellett, hogy megnézi ezeket a videókat, az, hogy tesz is érte. Tehát mondjuk neki megvan az 5-6 órája, másnak lehet, hogy nincs, lehet, hogy csak fél óra, egy óra van, de tesz érte, leül abban azokban a játékórákban, és elkezd tanulni, és megosztja a véleményét, és mindig kér valami tanácsot, ami így rendjén is van, mert az annak érdekében, hogy elkerüljem, hogy 5000 levél jöjjön egyszerre, ugye felrakok egy videót az éppen aktuális dolgokról, hogy úgy mondjam, és ő is mindig ugye tesz azért, hogy jobb játékos legyen. És amit itt akarok nektek ezzel kifejezni, hogy a te szereped, például megnézed az egyik videómat, nagyon boostot kapsz, és elkezdesz játszani, mint az őrület, jó játékokat is fut, aztán észreveszed, hogy mondjuk egy hét után mondjuk így csökken a lelkesedés, azért javítsatok ki, ha nem így van. Szóval
Elkezd egy kicsit csökkenni a lelkesedés, és így várjátok, hogy na, ez a Necrocrim srác mikor dobál fel egy újabb gamer pszichológia videót, hát ha mond megint valami okosságot, és akkor jó belendülhetünk. Nos, és ezt így tapasztaltam ezt így nálatok, a munkám révén is, mert a munkámnak egy része az, hogy egy kicsit lelket öntsük az emberekbe, hogy úgy mondjam, hogy jól csinálják a dolgokat, és látom ezt nálatok is, de ugye milyenek vagyunk mi emberek, azért egy kicsit alá hagy a lelkesedés egy idő után, és nem úgy csináljuk a dolgokat, ahogy kellene. És erre akarok rávilágítani, hogy ez a srác is, aki ér nekem, mondja, hogy jól csinálja a dolgokat, hogy mindazon felül, hogy kapsz egy ilyen lelki boostot tulajdonképpen, hogy menj tovább, hogy csinál jobban, és ugye azon kívül meg kell őrizned magadnak is a lelkesedést. Tehát van egy szerep, ami a tied, és magadért meg kell tenned. És ez az, amit minden nap meg kell tenned. Lényegtelen, hogy most játék, vagy akármi biciklizés, vagy sport, vagy bármi, ugye szeretek ilyesmikről beszélni azért, hogy rájöjjetek, hogy nem csak a játék van. Mindegy, hogy mi, de van egy dolog, amit akkor is jó, ha megteszel, saját magad érdekében, amikor éppenséggel nem látsz egy gamer pszichológia videót mondjuk tőlem, vagy egy másik videóstól, aki nagyon jó játszik, és be tud lelkesedni, és téged is fel tud lelkesíteni ahhoz, hogy játsszál. Úgyhogy van ez a dolog, amikor én is így vagyok vele sokszor, hogy így franc, ugye, most annyira, most már megint, most miért, most hogyan, nem, de mégis leülök arra fél órára, összehozom azt a videót, összehozom azt a játékot, és megteszem magamért azért, hogy ne hagyjon alább a tehetségem, nem is a tehetség, mert a tehetséggel születünk, ne hagyjon alább a tudásom, hogy időnként mindig például én visszatérek a játékokhoz, visszatérek Titanfallhoz, visszatérek COD-hoz, visszatérek Battlefield 3-hoz, BF4-hez, szóval bár váltogatom játékokat, de hogy ne hagyjon alább az a megszerzett tudás, ahol az egy kicsit mindig oda teszem magamat, anélkül, hogy megnéznék egy videót, anélkül, hogy meghallgatnék egy jó videóst, egy kicsit én, mert nekem is vannak olyan arcok, akiket szeretek megnézni mondjuk YouTube-on, akinek megfogadom a tanácsát, mert látom, hogy jó, és mikor ők nincsenek, akkor vagyok én, és az én szerepem, és erre akarom rávilágítani, hogy akkor vagy te, és van a te szereped, amit akkor is meg kell tenni, amikor nincsen az a boost. Mert ezek a videók, amiket csinálok, vagy az életedben szereplő emberek azért egy energiát adnak, egy löketet tudnak adni, és ez jó dolog. És ezt felhasználva el tudunk indulni. De a löket nem fog mindig jönni. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor nem jön, és akkor neked kell arra ügyelni, hogy újra megtedd azt a lépést, és ugye egy jó módszer arra egyébként, hogy újra megtedd a lépést, hogy mondjuk újra nézed azt a videót, vagy újra nézel egy másik videót. Két év alatt most már azért rengeteg videót raktam fel, és sokszor írtok nekem kérdéseket, kéréseket, és leírjátok azokat, amiket már így feltöltöttem, hogy csinálhatnék egy videót erről is. És ezt nagyon javaslom nektek, hogy az a videó, amit mondjuk lehet egy éve töltöttem fel, az ma is helytáll. És hogyha valahogy úgy érzed, hogy valahol el tudnád, el vagy veszve, akkor érdemes lecsekkolni azt a kicsit régebbi videót, mert lehet, hogy eszedbe juttatja azt, amit elfelejtettél. Szóval megcsinálhatom én is akár újra azt a videót, de nem. Tehát újat nem fogok mondani, akkor is ugyanazt fogom mondani, tehát az én játékomban, az én gamer életemben van már jó pár év tapasztalat, és jó pár bevált, jól bevált módszer, tehát igazából új nincs. Újat már te tudsz hozni, új már a te játékodban lesz, a te tehetségedben, a te tudásodban, és te leszel az, aki újat tud majd hozni. De ehhez neked is meg kell tenni például azt, amit én megtettem, hogy tényleg, hogy mondjuk én elég durván tettem meg azt én, tehát nem mindenkinek jut annyi idő, mint nekem jutott annó, hogy akár 10-15 órát is ott lehet a gép előtt is gémeljek és tanuljak, megfigyeljem magam, megfigyeljem a fejlődésemet, de ezért csinálom én most a videót, és azért csinálom, hogy neked menjen. De ehhez
hozzá kell tenned magadat, akkor is hozzá kell tenned magadat, amikor nem tudsz, vagy nem találod meg azt a videót, amit keresel, vagy éppen az adott videós nem rakja fel azt a videót, amit keresel, akkor te kell legyél az, aki lecsücsül, és szépen megteszi magának azokat a lépéseket a játékban, és saját magadért, saját tudásodért teszel valamit. Az a mondás, hogy az ismétlés a tudás anyja, az nem hiába találták ki. Az a rész, amit te teszel bele a játékba. És te teszel meg magadért. És azért van ez a sok videó, amit én is felrakok, hogy újra visszanézd, hogy megtanult, hogy ötletet láss benne, és az a lényeg, hogy nem kell frankon lemásolni, amit kell, mert hamarosan feldobok egy másik videót is, ami egy tip újra csak, hogy hogyan játszunk jobban, és gyakorlatilag ötletet láthatsz, saját ötletedet láthatsz, hogy minden olyan mások vagyunk, és egy más szerepet tudunk betölteni a játékban, és lehet, hogy csak egy mondatra vársz, egy szóra vársz, hogy az hangozzon el a videóban, vagy újra nézed, és új értelmet nyer a videó, más értelmet nyer az a videó, amit eddig láttál, és vagy éppen lehet, hogy akkor érted meg igazán. Nos, ennyi lett volna ez a rész, írjatok véleményt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Damage core activated. You now have increased damage output. Nice moves. Damage core offline. You get one there. I think we're gonna win this fight.